Szevasztok, Széltoló vagyok a LootMastaztól, ez pedig ismételten a Strategic Mind Fight for Freedom. A mai videó ismételten egy stratégiai fázis lesz, aminek keretein belül végre valahára úgy hiszem, hogy befejezzük az észak-afrikai kampányt, utóvégre nem más, mint Tunézia visszafoglalására készülünk föl, mint ahogy az is látszik is, tehát egy összevont támadást hajtunk végre az amerikai és a brit haderőkkel. Nézzük, mit mondanak szakértőink a témában. And so the Africa Corps days are numbered. We've got the Axis bastards completely surrounded and getting the snot beaten out of them every day. Before this, you had one victory to speak of, El Alamein. If we win here today, we might finally turn this war around. And besides, a joint Anglo-American victory? Let's see Monty boast about his superiority then. The last few months have been tough, but then this is Rommel we are facing. The German-Italian defense lines are very well fortified. Once again, we'll need sappers, flamethrowers, and patience. Undue haste will only end up costing us more lives. Jó, akkor csak a szokásos. Nézzük az egységeket. Valaki szintet lépett. Toljunk neki egy level up-ot. Seal the deal. Nagyszerű, még valaki szintet lépett. Igen, ő a főemberem. Night Strike, Groundbreaker. Jó, legyen ez. Az Armored Car szintet lépett. Még valaki pislog? Nem. Jó. Akkor upgrade-eljük, akit lehet. Így, nép. Nézzük. Upgrade terén Churchill-ek továbbra is ugyanott vannak, ahol voltak, ők is, semmi számottevő nincsen, Bishopnak bejött a Priest, na végre valahára, Bishopnak bejött a Priest, ami minden téren egy előny, az M7-es amerikai Priestet, végre, látok Bishopokat, egyszer és mindenkorra Priestekre cseréljük, messze menőleg jobb egységek, másról pedig nem tudunk érdemben nyilatkozni. Nézzünk equipmentek terén mindenhol airfilterek, nagyon jó. Van szükségem erre az incendiary szenzorra? Szerintem nincs, cseréljük szapperokra őket. Illetve mivel most nem lesz... Mi ez? Amphibious. Azt mondja, hogy 16-8 move point. 6 és 8. Hát akkor is erre cseréljük. Azt mondja, hogy 6 move point, de megy vizen. Duck, de ez mi nekünk éppen most így igazán itt tennem kell, úgyhogy maradjunk az M5-ös half-truckoknál. Az ejtőernyőseink se fognak nagyokat ugrálni máma, úgyhogy ők is maradjanak az M5-ös half-truckoknál. Nézzük hírókat. Azt mondja, hogy te mi vagy, te fighter hero vagy. 40 enemy, 42 fighters. 60 damage to fighters. Ó, hogy valaki már készen van. Tank. Hol van a fő tankunk? Hero skills, devastating fire, first strike, scouting, vulnerability fire, és jó. Let them assign chosen unit.
właśnie zwykły level up układ. Me also devastating fire. Unit can attack twice every second turn. Oz rank nem számít, mert mi eleve van. Scouting. Allows the unit to move again as long as it has move points left. Maradjunk az agresszívnél. Maradjunk a fire disciplinánál, ami nagyon hasznos lesz ránk nézve most. Legyen a scouting. És legyen a Street Fighters, ami városban jól fog jönni. Így. Aztán a többit már majd meglátjuk, mint a Seal the Deal, meg Ground Taker, meg stb. De ez így kombóba elsőrendű lesz. Tehát ide-oda fog menni, és mindenfelé osztani fogja a boldogságot. Jó, van 470 pontunk, nézzük meg Alexanderről, mit tudunk tanulni. Seaplane for Rapid, hát az nem fog kelleni. Upon Activation, Artillery, Infantry Disembark Train, Resolute Attack Skill. Very specific tactics and the infantry units gain resolute attack skill upon activation and unit gains first strike ability until its next attack. The number of uses per operation is limited. Jól van, nem kell. Several tanks. All units deal half enemy infrastructure. Az elvileg jó. Az elvileg jó, mert akkor nem romboljuk annyira az ellenséges objektumokat. Plusz 2 attack. Plusz 1 defense bonus to all ground units within the 3 hex range. Igen, ha oda jön hozzá. Yep. Passív, plusz 2 attack, plusz 1 defense. Jó, oké. Ezt így nagyjából el is tudom fogadni. Jó, close. És akkor nézzük, hogy miből indul. Cheer up, you limeys! The cavalry has arrived! We'll throw the Nazis out of Africa in no time. Oh joy, another Yankee here to tell us how to fight our war. My men crushed Rommel at Alamein while you were still lounging on another continent. Bernard, I'm sure General Putten didn't mean to offend you. We turned this goddamn war around. You won at El Alamein? My boys steamrolled over all of Morocco and Algeria. Your green troops only survived because there wasn't a single Jerry there to meet them. Bullshit! My boys are the finest bunch of killers on this continent. They'll go through the Hun like shit through a goose. Be ready to take notes. You are a fool playing cowboy. The British have been waging war longer than your country has even existed. Oh, that's it. Name the time, the place, and the arms. Stop it, the both of you. Is this how officers are supposed to act? I'm sure our men have all fought valiantly, but they rely on our plans. So let's cooperate. Right. Rommel has yet to be finished off. He is a soldier who knows his business. I read his book. A Yank who reads? Now that's a novelty. Why, you little pipsqueak. Gentlemen, we're here to defeat the Germans, not jump at each other's throats. Tunisia is a tough theater, so we'll have to maneuver swiftly and aggressively to win here. The U.S. Army under General Patton will advance from the west, and General Montgomery will lead the British 8th Army to attack from the east. Splendid. An entire country between me and Patton's big mouth. I will enjoy the silence. We're both braggarts, but I admit it, and I deliver the goods. Please, I have not lost a single battle. That's easy when all you do is hide behind sandbags and shell the Hun for weeks. Feel free to stay in your dugouts while my boys sweep through Tunisia. Enough. The both of you.
This is disgraceful. I want none of this nonsense during the operation. You're on the same team. I want you keeping your heads cool and leading your troops by example. Save your anger for the enemy. Yes, sir. Óvodások, bizisten óvodások. Na nézzük, miből fogunk. Several months of bitter fighting over every hillock, every crossroads, and every valley are finally over. Since you've been put in charge of the military, General Alexander, things have been looking up. Is everything ready for the final assault? General Anderson has laid a solid groundwork despite certain blunders. I had my work cut out for me. Everything is ready, General Eisenhower. Say the word, and the invasion of Tunisia begins. So, your main objective is to capture a number of key enemy strongholds. You must capture Hammamet, Medjez El Bab, El Fas, Jededa, Shougi, Matur, Bizerte, and Tunis. We must also make sure the enemy can't use the port of Tunis to bring in reinforcements. To that end, operations Flax and Retribution have been devised to blockade Tunis by sea and by air, respectively. Your orders are to destroy any enemy transport ships and planes you detect in the combat area. Affirmative, General Eisenhower. Additionally, try to minimize the damage to the local infrastructure. The last thing we need is an Arab uprising in the rear. Good luck, Sir Harold. Win this battle, and you'll bring our victory over the Nazis one step closer. Oh, Jesus, bazd meg, mekkora térkép. Ezt érdekes lesz végbevinni. Szóval, utak mindenfelé, ellenség mindenfelé. Tócsák, kurva életek. És megint repülőgépekkel kell osztanom az észt. Van itt valahol valami kikötő, hétszentség, amit tudnak ezek a barmok használni? Nincsen. Nincs itt semmi. Erre fölfelé sincs semmi. Hát az egyetlen valamire való kiépített infrastruktúra az itt van Tunisnál. Kikötő gyanánt több sincs más nagyon. Itt van még egy kikötő Bizerténél. Jó. Édes picsám vestüzet. Na jó, tehát akkor. Ready to strike. Szóval körbe-körbe mindenfelé ki kell dobálnom a jó népet. Ejj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 
Akkor kezdjük. Minden kockába egy tankot. Aztán csak reménykedni tudok, hogy lesz elegendő. Hát ide nem, mert ez nagyon hátul van. Maradt is kettő, akkor a két végletre kidobunk még egyet-egyet, mert az soha nem árt, és a két másodlagosra kidobunk még egyet-egyet, mert az soha nem árt. Földerítő jöhessen a harmadikak mellé. Így. Ezek a többi minden mennyköségek meg így ide le, meg ide, ami hátul van, itt ezek így jók lesznek, tüzérséget, hát pöttyentsünk ide egyet a földerítők mögé, már a földerítők és a tüzérség mindig jól együtt tudnak működni. Aztán nézzük meg, hogy esetleg valahol van-e, ne adj Isten, repülőterünk. De arra sincsen semmi szükség valójában, mert
Mermer. Haydi, azt mondja, kommandós. Officer approaching. Paratrooper. És paratrooper. Commando unit awaiting orders. Na most nézzük, hogy a repülőgépekkel hányadán vagyunk megáldva. Szóval a repülőkből van egy csomó köteg, abból is a legtöbbit hátul elrendezve. Illetve itt fönt. Ahol nincsen repülőgépünk, az pedig ez. Tehát mondjuk itt és itt azért akad némi. Itt leghátul nem is igazán kell, lent viszont szintén van. Szintén van, úgyhogy nézzük, hogy hol lesz az első repülőtér, amit az ellenségtől foglalunk el, itt lesz. Mondhatni a térkép kellős közepén, illetve errefelé is van egy térkép közepén, és itt lent valahol itt is van. Tehát térképekkel, repülőterekkel el leszünk látva. Úgyhogy én az én repülőgépeimet kidobom ide, aztán ami lesz. Jó. Taktika. Hát a taktika terén nagy valamiről nem fogok tudni beszámolni. Lényegileg harapófogóban megyünk és zúzunk, amit érünk. Lényegileg össze kell csuknunk a harapófogó két végét, annyi, hogy támadjuk rá ezzel az egységcsoporttal, valahogy be kellene mennünk ide is, legalább valami gyors egységekkel ezt itt lezárni, hogy elfoglaljuk a point of interesteket, de a zöme az mindenképpen itt fog koncentrálódni a pálya kellős közepén, Tunis városánál és kikötőjénél. Avoid damage to infrastructure, prevent air supply operations. Tehát légiszállítmányokat le kell lőni. Prevent naval supply operations. Tehát lesz ám mivel szórakozni agyba főbe. Na de hát erről majd gondoskodunk, amikor elérünk oda ahhoz. Jól van, fiúk, lányok és egyéb váltó nemű LootMastaZ követünk, ennyik voltunk akkor mára. Én még mindig széltoló vagyok, ti pedig továbbra is vigyázzatok egymásra, magatokra, mindenkire, és találkozunk a következő videóban, amikor végre valahára befejezzük az észak-afrikai kampányt. Na, szevasztok!